Nekem volt egy ismerősöm, egy jó barátomnak a felesége, az jött, mikor jött a Indigóba, és akkor mindig mondta, hogy kér a spenótos sajtot, és a spenótos sajtot, hát mondom, oké, de én is kérek belőle, de nem az enyém. De hát mondom, nincs ilyen, nem tudsz indiai étteremben, ez nem lehet csinálni, vagyis nyilván lehet csinálni, de hogy direkt idegesítettem, hogy fontos, hogy osztozunk, fontos, hogy ugyanabból leszünk, fontos, hogy együtt van, és osztja egymást. Eném, tól annyira kicsi lesz az ember, hogy eném, hanem lezárja, és utána még utána nem értjük, hogy miért nem vagyunk jól. Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A fine diningtól a háztáig, minden a hazai gasztróról. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton a műsorvezető társam. Sziasztok! A mai vendégünk pedig Indiából érkezett, Rajit Singh Dillon úr. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Sziasztok! Ő leginkább úgy kötődik a gasztronómiához, hogy két budapesti indiai étteremnek is, az Indigónak és a Bombaynek is a tulajdonosa, társtulajdonosa. Négy konkrétan, de igen. Két Indigo, meg egy Bombay, meg egy Indigo Express. Szóval igen, tehát az Indigo éttermek igen. És a Bombaynek. Igen. Így van. És rögtön az első kérdés az, hogy annyiszor használjuk, de hogy pontosan akik jobban benne vannak, ők mennyire beszélnek arról, hogy létezik egy indiai konyha. És összességében beszélhetünk arról, hogy indiai étel, vagy pedig nagyon sokféle régió, nagyon sokféle ízvilág kötődik hozzá. Igen, ugye az nehéz ugye nagyságrendet megérteni. Nyilván képbe vannak az emberek, hogy az 1,4 milliárd ember, ugye a föld a nagy 20%-a majdnem. De ugye az, amit kevésen tudják, hogy a India csak egy egyszerű példát, hogy amikor angolok visszamentek, vagyis 1945-ben, akkor még mindig 600 tartományból állt az India. Szóval az előtt 2200 tartomány, különböző királyságok voltak, és mikor angolok visszamentek, szóval magyarul nem régen, szóval az egy 45-ben, akkor még mindig 600 tartomány, különböző tartomány. Tehát igen, ez nincs még 100 éve, ugye, és igen, azért ezek igen, olyan igen, gyorsan nem tűnnek el ezek a különbségek. Igen. Szóval és a különbségek nem is nagyon fognak, mert ugye ezek a rengeteg vallás, rengeteg kaszt, és rengeteg geopolitikus, szóval a hegyek, a tengerpart, a folyók, a plains, a sivatag, mindegyiknek, mivel más az időjárása, más az, ami ott termelődik, így nyilván más a gasztronómia is. Szóval így bonyolult így mondani, hogy indiai. És akkor mégis, hogyha indiai konyha, elhangzik ez a kifejezés, mit ért alatt ezt az egész sokszínűséget, vagy mondjuk amit Budapesten, ami ebből megjelenik, az micsoda az ön éttermeibe például? Igen, szóval próbálunk ilyen, szóval úgy szóval mi a fő Indiában is, mi a fő irány, az a Észak-Indiának a konyhája, Punjabba születtem, szóval Punjabi vagyok, és Punjabban lévő kajákat az egész India szereti, imádja. Szóval igazán, még ha Bombaybe is mennék, az a punjabi éttermekből lesz a legtöbb. És ezt végig kíséri el. De ugye az, ami itteni éttermekben vannak, azok a úgymond bestsellerek. Szóval mi nálunk is, mi éttermekben is kapható például a kókuszos csirkét, az egy dél-indiai étel, vagy Goan Prawn, az nyilván Goából való. És de inkább azt mondanám, hogy 50-60% az észak-indiai ételekből áll össze, és a maradékot megpróbálunk 2-3 régióból összehozni, hogy dél-india meg a tengerpart.
Mennyire vannak, vagy milyen konkrét egyéb hatások fedezhetők fel az indiai konyhába? Például a brit gyarmatosítás az mennyire nyomta rá a bélyegét? Igen, nagyon sokan mondják, és az ugye, hogy most már Angliában az egy, még a királynő család, egy királynő étlapjában is hetente egyszer indiait kell lenni, és ugye, vagyis esznek, és akkor ugyanígy van a briteknál gyakorlatilag heti egy nap az Indian Day, vagy Curry Day, vagy úgy hívják. Azt nehézen lehet mondani, hogy mert olvastam olyant, hogy chicken tikka masala nem is indiai. Szóval én nem tudom, mert ez honnan van, meg ki mondta, ki találta, nem voltunk ott, és nyilván nem tudjuk mondani, nyilván bármelyikre bélyeget, tehát a görögök is mondják, hogy ők találtak a világot, és így indiaiak is erről híresek, hogy ők mondják, és most már szóval szerintem nyilván van egyfajta hatása, mert azért 200 évig ott voltak, szóval azért 200 évnek hatása van. Indiában azelőtt, angolok előtt mugolok voltak, az ugye muglai hatás, az Törökországtól kezdve végig a fölfele perzsa hatás, az is ott van az indiai ét. Szóval indiai étkezésben mindenképpen van ez a kettő hatás. Szóval inkább azt mondom, hogy a muglai hatás az nagyon erős, és valamennyi angol hatás jelenlegi konyhában. De ez általában inkább az észak-indiai konyhára jellemző, a dél-indiai az többé-kevésbé érintetlen maradt. Szóval dél-indiai konyhában nem nagyon látni ezeket, hát ők maradtak az eredeti receptekkel. És egyébként említette ugye, hogy a mindenféle folyók, hegyek és tengerek mellett, tehát az ilyen földrajzi akadályok mellett, ami ezt még formálja, meg a korábbi tartományok mellett, ami formálja, az a vallás, amiből ugye hát szintén hatalmas sokszínűség uralkodik. Ez milyen mértékben határozza meg mondjuk a konyhát, vagy az étkezési szokásokat az adott területeket? Szerintem az alapkülönbség mi hatással van, az eleve vegetáriánus és a hús étele. Ugye India világ legnagyobb vegetáriánus országa. 39%-a a Fed fölmérés szerint az indiai populációnak a vegetáriánus. És ugye létszámmal meg, szóval világ legnagyobb országa, legnagyobb vegetáriánus országa, de egyébként nagyon érdekes, hogy ez 39%, de például Olaszország 11% a vegetáriánus, Finland 12%, Izrael 13%, szóval azért van kiugró az India. Szerintem a különbség a vallásban azért, vagy és a gasztronómiában az inkább a vegetáron és az hús. Uh-huh. Csak azt is érteni, vagy azt is látni kell, hogy amikor azt mondjuk, hogy hús Indiában, akkor az inkább csirke, szóval és bárány a maximum, szóval az a max határ. De oszó marhat, vagy disznót, azt nem ismerjük. És egyébként ugye ön már régóta Magyarországon él, évtizedek óta, de ugorjunk vissza egy kicsit az időbe, hogy hogyan került ön, és miért került Magyarországra, és miért maradt aztán itt, és hogyan kezdett itt aztán éttermeket üzemeltetni? Igen, ez érdekes sztori volt, vagyis van. Történt, hogy a 20 éves voltam, apukámnak egy kamioncége, fuvar cége volt, nagy cége volt, a 125 irodájával egész Indiában voltak az irodai, Kasmírtól Kanyakumari az a dél-indiai csúcske, és a Kasmír ugye a Srinagar az a hegyekben, a Himalájákban. És szerencsés voltam, azért láttam sok helyet Indiában, mert apu irodai miatt még úgy jó családba születtem, jó dolgunk volt. A 20 évesen untam, a közgázra jártam még a utolsó évben, már untam a egyetemi életet, és mondtam az apunak, hogy már dolgoznék veled, hogy azt mondta, nem gondolta, hogy ez a nap megérkezik, szóval örült neki, hogy van ilyen napja. És akkor azt mondta, hogy rendben van, fiam, különböző osztályokat székben, ugye van a booking, van delivery, van accounts, van claim, van marketing,
general management, és különböző osztályokra mindenhol mennél egy hónapra, minden osztályvezetőt odahívta külön, vagyis igen, és akkor mondta, hogy akkor mindenkinél töltsek egy hónapot. Ez fél éves túra volt, utána visszamentem, minden osztálynak a hibálistáját vittem neki, hogy ezt is hibás, meg az is hibás. Nem csinálja jól, egy-két pontot felírta, többit ezt hatta, aztán mondta, hogy tudom-e, hogy a cég constitutionben az van, hogy a 30 évesen ülhetek be először a igazgatói tanácsba, és 33 évesen szólalhatok fel először. Hát mondtam, apa, azt én nekem ennyi időm nincsen, nekem lesz olyan cégem, mint neked van 33 évesen, én nem fogok itt várni 13 évet erre, hogy én mondjam a magamét. És azt mondja, hát fiam, ezt nem tudom változtatni, mert nem csak az ő tulajdonosa, fő tulajdonosa volt, de sok más tulajdonos is volt a cégben, és azt mondta, hát ezen én nem tudom változtatni. Úgyhogy mondtam, hogy akkor majd én megmutatom. Szóval gyakorlatilag így világnak indultam, és szó szerint úgyhogy világnak úgy indultam, hogy azt gondoltam, hogy olyan helyre kell mennem, hol kevesebb indiai van, mert indiaiból bőven láttam Indiában, úgyhogy gondoltam, hogy olyan helyet keresek, hol kevesebben vannak. Így azért kisebb lett a világ. Szóval, hogy hívják a glob? A földgömb. Földgömb. Ja, körben nézegettem, mint egy gyerek, vagyis gyerek is voltam, és mondom, na merre nem menjek, és akkor Afrikát kihattam a Far East, szóval Filipín, ez a világ nem érdekelte, Amerika nem érdekelte, Anglia nem érdekelte, úgyhogy nagyjából lerövidítettem a Kelet-Európára a választásom. Annyi fogalmam volt, hogy a 92-ben járunk? 91. 91-ben járunk. Igen. És tehát ez a rendszerváltás, igen, az itteni jó, rendszerváltás de nekem után. Sem és erről volt, nyilván nem ez volt az érdekes. Minek a váltás az fogalmas. Fogalmunk sem volt, hogy vagy fogalmam sem volt, hogy mit változik, mi volt. Úgyhogy igen, ennyi volt, hogy a Tito utca iskolám Delhiben, az iskola az Tito utcában volt, annyi tudtunk, hogy valaki van Jugoszláviában. Szóval gyakorlatilag így. És akkor Jugoszlávia volt az első helyen, ki hova akkor akartam. Háború volt. Igen, nem, az később volt, uh-huh. Csak 91-ben még nem volt. De ezt a pont akkor tört ki, talán. Igen, de még csak ott nem volt hely kiállítani, jöttem. Ott nem volt hely, Csehkoszláviában mentem volna, az volt a második helyen a rangsorban. Ott mondta a konzulátus, látta rajtam, hogy azt se tudja, hogy hol vagyok, azt mondta, hogy tudom-e, hogy ketté oszlik az ország, és mondtam, hogy jó, gyorsan adja vissza a jelentkezésemet, és azt se tudom, hogy hova megyek, még ketté oszlik, mondom, az túl nagy kockázat. Szóval így maradt a Magyarország harmadik helyen. Úgyhogy így jöttem szeptemberben. És akkor mihez kezdett először, amikor ide? Indiából hoztam ilyen egyszerű ilyen táskák, kendőköveket, ugye, mit gondoltam, hogy könnyen eladhatók, és akkor ilyen Magyarországon kerestem partnereket, kiken keresztül, vagy kiknek eladtam volna, úgyhogy így kezdtünk el. Hosszú sztori, aztán nagyjából egymás után itt maradtunk. Az, hogy Magyarországon hogy maradtam, annak van egy olyan, hogy apu, mikor hallotta, hogy Magyarország elején ugye nem is tudtunk, mert anya tudott, anyától csortam ki, vagyis kaptam kis pénzt. A apu nem tudott róla, és mikor apunak kiderült, hogy mégis itt vagyok, és akkor azt mondta, hogy menjek át, ha mégis elmentem, akkor menjek át Ausztriába, mert ott van ismerőse, és akkor ott tud befektetni, ha ott valamit szeretnék, akkor Ausztriában ő ott ad pénzt. De ezt az országot, mit Hungrynek hívják, azt így nem érti, hogy ez és ez micsoda, hogy ezt így itt, ezt nem tudja nem tudja hova tenni, de menjek át Ausztriába. El is mentem egyébként Ausztriába, 3 hónapig laktam ott, és érdekes volt, hogy akkoriban, ez 91-2-ről beszélünk, akkoriban ott sokkal nagyobb volt a rasszizmus, már nem tudom, hogy van, de egy villamosan, ha ültél, akkor melletted nem ült más, szóval nyugodtan ülhetél hármas széken, mert melletted nem ült,
És hazajöttem, és a Magyarországon pont fordítva éreztem, és ez má is többé-kevésbé így igaz, hogy sokkal befogadóbbak, sokkal kedvesebbek voltak az emberek, és valahogy szerencsések vagyunk, szóval indiaiként jobban fogadtak el, és kedvesebbek voltak. És mondtam apának, hogy oké, ne adj el pénzt, én itt maradok, nem baj, majd lesz az én sorsom, és akkor itt maradtam. De akkor ebben az egész történetben volt egy ilyen nagy bizonyítási vágy, amit így gyakorlatilag a világ túlsó felére ment azért, hogy bebizonyíthassa az édesapjának, hogy maga is fel tud építeni egy vállalkozást. Igen. És ez sikerült? Igen, nagyjából igen. Mikor még a apu, akkora cégem nincsen, mint az apai volt, de egyszer apa jött a halála előtt, 5 éve hunyt el, és az előtt, mielőtt elment, jött Budapesten látogatni, és pont a Bazilikánál ültünk, és nagyon sok ember látta őt, és odajöttek köszönteni, meg stb. És akkor azt mondta, hogy fiam, te nyertél, mert nekem ennyi barátom nem jött össze az életbe. Lehet, hogy nagyobb cégem van, de te jobban csináltad, és gratulálok. És utána egyébként pár hónap múlva meghalt. Igen. Szóval székben, igen, azt mondhatom, hogy többé-kevésbé sikeres. Azért 2-szer tönkre mentem, felálltam, csináltam újra és újra. Úgyhogy. De ez mondjuk amennyire ismerjük a nagyon sok sikeres üzletembernek is a tönkre menés, az egy ilyen, az, hogy egyszer a pályája során, vagy a vállalkozási éve során tönkre ment, az azért benne van a pakliban. Egyszer egy bankárral találkoztam, nem mondom a bank nevét, de igen, és akkor meghívott egyik kiemelt ügyfél voltam, és bank a nagy vezér megkérdezte, hogy hányszer mentem tönkre. Hát én mondom, ez milyen kérdés ez, milyen ciki vagy, és hogy kérdez ilyet? Én mondtam, hát egyszer. Azt mondja, az kevés. És így nem értettem, hogy mit mond. Akkoriban volt egy ruhaszégem Aboriginal, ilyen nagy ausztrál, vagyis nagy, de nekem nagy volt, azt a márkát csináltam, ruhamárkát csináltam, azt én hoztam létre, vagyis mi hoztunk létre. És 35 üzletünk volt, és igen, mikor tönkre mentem, utána jutott eszembe, hogy mit mondott az igazgató, hogy igen, az még kevés volt, úgyhogy... Abból is tanul az ember nyilván. Igen. És mikor lettek éttermek? 2005-ben nyitottunk a Yokai Indigo először, akkor volt az Aboriginal Roa Márka, Munaka testvéremmel, Amandippal. Gondolkodtunk, hogy valamit csináljuk, már rántott sajtot untunk, már annyit szerettem, hogy már szerintem maradék életemre is elég, és mondtunk, hogy mit csináljuk, és jó, csináljuk egy éttermet, hát fogalmunk se volt se neki, se nekem, hogy hogyan csináljuk, és mit csináljuk, és így 2005-ben Yokai utcában indultunk, Indiából hoztunk 2 szakácsot, és így. És igen, ez egy pillanatra majd aztán beszélünk arról, hogy ez hogyan folytatódott ez a történet, de hogy ez, amire most már utalt, hogy amikor ide került, akkor amúgy mennyire volt lehetőség Magyarországon indiai tenni? Nem volt. Nem volt egyáltalán. Borzasztó. Szóval az, ha valaki vegetáriános, nagyjából az vagyok, mert ritkán eszek csirket, szóval de 90-10, és hát nagyon nehéz. Akkor csak rántott sajt, rántott gomba, ezek voltak. Gombat nem szeretem, úgyhogy maradt a sajt, és vagy rántotta a tojást, és valahogy így próbáltunk, azt sem tudom, hogy hogyan. Vagyis nem tudom. Akkor azért ez egy 10 évig egy elég szegényes étkezés volt. Nagyon nehéz, igen. Nagyon nehéz. Már, és akkoriban ugye nem voltak, nem is volt divat vegetárián, nem is divat, mert nem nagyon kevés ember volt, nem voltak éttermek, nem voltak salátok, nem voltak. Most mondjuk lehet egy Burger Kingbe kapni egy vega burger, de ez akkoriban lehetetlen volt. Uh-huh. Igen. És emiatt volt erős honvágy az ételek után, miközben majszolta a rántott sajtot? Igen. De akkoriban sokat is mentem haza egy évben, 5-6-szor mentem haza, úgyhogy én egyébként sose akartam
úgy eljönni otthonról, mert most is indiai útlevelem van, sose akartam elköltözni, mert jó dolgunk volt otthon, szolgánk minden, és sose akartam. Én már valahogy azt szoktam viccesen mondani, mert még mindig csak kijöttem, vagyis ki egy ilyen utazás. Ez egy hosszú tanulmány volt, akkor egy... Hosszabb lett a út, de majd hazamegyek. Azt mondta, hogy ugye, amikor ide jöttek, az egy fontos szempont volt, hogy nem nagyon éltek itt, nem nagyon jöttek indiaiak Magyarországon, de ez azóta változott, tehát jóval. Hát most úgy mondja a nagykövet szerinti információ, most már 4500 vagy 6500 között annyian vannak, de ebben ugye nagyon sok a ideglenes, rengeteg nagyon sokan a szoftver fejlesztésben vannak ugye, hogy mondják ezt a D-vizumos munka, akik gyárakba dolgoznak, így minden el együtt. De akkoriban voltunk 200-300-an. Minden el együtt. És akkor ez is egy szempont volt, amikor megnyitották az éttermet, hogy a itteni indiaiaknak is, vagy ez nem. Azon nem gondolkodtunk, mert az úgy önmagában nem volt elég, szóval azt nem tudja fenntartani, most már más. Most már mondjuk az Expressben, nekünk a Indigo Expressben a napi forgalmunk 15% az itt élő indiaiak. Szóval az most már jelentős, de akkor nem volt. És amikor megnyitott 2005-ben az első, akkor mekkora volt hirtelen az érdeklődés mondjuk a magyar társadalom, vagy magyar a Budapesten részben? Nagyon érdekes volt, hogy a magyar vendégkor akkor kb. 20-30% volt. De nem csak 2005-ben, meg 2007-8-9-10-ig. Tehát akkor ez egy lassú folyamat nagyon volt. Lassú folyamat volt, de forgalmunk volt, hála Istennek, harmadik évtől erősen, de vagyis az akkor már túl voltunk a rentabilitáson, szóval nyereségesek lettük, de expertek. Szóval nagyon sok angol és franciák. És nagyon akik sok... már ismerték feltehetően, szóval, tudták mi. Szóval 70% vevőkörünk az akkoriban expertek voltak. Most a vendégkörünk 90% a magyar. De akkor volt egyébként más indiai étterem, itt a Shalimar talán volt. Shalimar volt, szerintem még a Taj Mahal. Kettő volt. Most több mint 35-40 hely van, azt mondják. Csak Budapesten. Igen. Bufékkel együtt. Igen, és egyébként, hogyha ugye beszéltünk már a vallások szerepéről, hogy akkor főleg mondjuk az indiai konyhában ebben a vegetáriánus, nem vegetáriánus megosztásban vagy megoszlásban van szerepe, de egyébként mondjuk az ilyen, ugye most nálunk is itt a keresztény kultúrkörben a karácsony közeleg, ami most így nyilván gasztronómiailag is egy ilyen különleges dolog, és nem rég volt Indiában ez a Diwali, ami szintén megvannak így a maga, tehát az étkezéshez is kötődő szokások. Ezek, tehát mik ezek a, mondjuk akár a Diwali, vagy más ilyen fő ünnepkörök egyébben Indiában, amik így kötődnek az étkezéshez is, vagy az ilyen közös nagy családi étkezésekhez? Különösen nem mondhatom, szóval édességek vannak, mi ugye különösen a nagyobb szerepet kapnak, de maga úgy külön nem tudnék mondani, hogy mit csak azt főzünk, mit nálatok van lencse, mondjuk nálunk mindig van lencse. Ugye például a külön nincs. Inkább indiai étkezésnél, még az közös étkezés, az egyébként nálunk nem csak karácsonykor van. Ugye az apukámnak a egyik fő gondja, amikor idejött látogatni 1993-ban emlékszem, és akkor mentünk egy kocsival, mentünk, és nagyon nézett valamire, és akkor mondom, apu, mit nézel ennire, és azt hitte. És egy valakit látott villamoson enni, hogy evett egy burgert, vagy valami szendvicset. És azt mondja, fiam, hát gyere haza, ez nem jó. Mondom, mi nem jó, apa. Azt mondja, hol emberek nem tudnak leülni, enni, és nem adnak tisztelet az étkezésnek, akkor ott nem lesz jó a etika, morál. Ő neki ez volt a felfogása, hogy szerinte étkezés az nem csak arról szól, hogy eszünk, ugye ez táplálék, nem csak a testi táplálék, ennek érzelmi táplálék, és ezt összetartás, meg nagyon sok minden. Szóval nálunk egyébként is egy ebéd, egy vacsora, az mivel családok
több, nagyobb családok laknak együtt, szóval nekünk ez nem új, szóval mi mindig együtt eszünk, szóval nekünk ez így normális, szóval ez a napi rutin, vagyis ez nem különleges. Másik nagyon fontos, hogy mi Indiában ez van, ez a szóval asztal közepén van többféle étel, és mindenki eszik mindenből. Mi étet? Szóval nincs az, hogy csak enném. Hogy nekem volt egy ismerősöm, egy jó barátomnak a felesége, az jött, mikor jött a Indigóba, és akkor mindig mondta, hogy kér a spenótos sajtot, és a spenótos sajtot, hát mondom, oké, de én is kérek belőle, de nem az enyém. De hát mondom, nincs ilyen, nem tudsz indiai étteremben, ez nem lehet csinálni, vagyis nyilván lehet csinálni, de hogy direkt idegesítettem, hogy fontos, hogy osztozunk, fontos, hogy ugyanabból leszünk, fontos, hogy együtt van, és osztja egymást. Eném, tól annyira kicsi lesz az ember, hogy eném, hanem lezárja, és utána még utána nem értjük, hogy miért nem vagyunk jól. És ezt a részét egyébként mennyire a magyar vendégkör, aki ugye most már mondta, hogy a nagy részét kiteszi az éttermekben, mennyire tudnak azonosulni, vagy mennyire könnyen veszik át ezt a közösségi... Nehézen veszik át. Mondani kell, de ha mondjuk, akkor értik. Szóval is akkor úgy fogadják, de ha nem, úgy nem érti, de úgy fogadják úgy egyébként. Én szerintem nagyon sok közös, szóval magyar ember azt így azt szoktam mondani, hogy szerintem magyar ember érzelmileg ázsiai és elmében nyugati. Szóval érzelmileg megvan az. Ázsiai marad, szóval neki ez kell. Mert attól nem találja magát, mert ez a duality van benne, hogyan találja kettő között. Nyugat-Európához szeretne tartozni, de szíve még ázsiai. Egyébként ahhoz képest, hogy 2005-ben, amikor elindult az első étterem, és most mennyire változó, mennyivel könnyebb most már indiai alapanyagokat szerezni Budapesten? Úgy könnyebb, vagy úgy nehezebb, nem. Szóval nem sokat változott, mert akkor Angliából hoztunk, most Bécsből hozunk. Szóval közelebb került, de ugye attól akkor Angliában voltak a nagykerek, Bécsben kevesebben voltak, most körülbelül 5 éve Bécsből hozunk összes fűszert, ott vannak lerakatok, és akkor onnan hozunk. De közben már itthon is egyre több, nagyon sok bolt van, ahol emberek egyébként, ha otthon akarnak főzni, persze, akkor persze. Már tudnak. Van 3-4 nagyon jó hely, van a szép kis India, van több hely, hol tudsz fűszereket kapni, még. De ők is valamelyik nagy lerakatból hoznak, Ausztriából vagy Angliából. És ön szokott főzni otthon? Nem. Nem? Rántottat tudok csinálni, csak nem nagyon tudok. És egyébként visszatérve kicsit erre a lelassulásra, amit ugye az édesapja észrevételezett, amikor 93-ban ide látogatott, hogy hát ez nem emberi állapot, hogy a hamburgert majd szólni a villamoson, de hát gondolom az egyébként az Indiában is a street food, meg ez a típusú ilyen kicsit gyorsabb étkezés, ez nagy dolog, vagy mennyire van meg mondjuk akár, tehát elképzelem az édesapját, aki nyilván egy rettentően elfoglalt üzletember, ő neki minden nap volt ideje, vagy teremtett magának időt például arra, persze, hogy leüljön és megtisztelje. Persze. Neki az ebéd reggelire, ebéd otthonról ment neki, mikor friss ebéd ment, akkor azt ebéd után nem szólhatott senki, még ebéd közben se egy órát. Úgyhogy ő úgy csinálta, még sokan Indiában, nem csak apukám, nagyon sokan ezt így csinálják. Szóval nagyon sok időt szánnak rá, hogy ez minőséggel, türelemmel legyen fogadva. De ugyanakkor az indiai street food is nagyon... De indian street food azt nem jelenti, hogy állva futok és eszek, jaj. Szóval nyilván street foodnek megvan a saját rengetegen mennek a street food, csak szóval mikor eszek, akkor türelmes vagyok, szóval akkor nyugodtabb vagyok, és úgy eszek, szóval adom neki a tiszteletet, szóval nyilván állva is eljátok, de úgy lelassulok, szóval nem, inkább nagyobb baj az volt, hogy mozog a állatta, talán ez az volt neki, de nem biztos, hogy igaza van, csak mondom, hogy így látta. Nem, egyébként ebben van ez a slow food mozgalom, ami igen, amúgy nyugaton, igen, és nem tudom pontosan melyik, igen, évtizedben indult, igen, de igen, pont erről szól, hogy valahogy nyilván ezt a rohanást
ezzel mi mindent veszít el élmény szinten az ember, és ezt az étkezésbe is. Például az indiai thali, az a thali, az ugye vegyes ajurvéda alapján van, ugye az ajurvéda az a Krisztus előtt 800 évvel ezelőtt találta ki, és az a thalinek az alapja, hogy hatféle ízvilágot próbál ugye átadni egy étkezésen. És ő azt mondja, hogy abban van édes, sós, savanyú, csipős, keserű, fanyár a ízeket. És mindegyiknek mondja azt, hogy például az édesben ugye benne van a például a gabona, vagy a gyümölcsök, a szőlő, dotojász, hogy így érti. Például azt mondja, hogy édes az ugye adja energiát, ugye kalóriát adja. A sót azt mondja, hogy az melegíti a testet, és ezzel emesztést éred el. És viszont ha túl sós, akkor hipertension-t okozol, szóval azt mondja, szóval ajurvéda, vagy mindig a balance-re megy rá, szóval mindig az egyensúlyt keresünk. És ugye utána mondja a savanyú. És a savanyú az ugyanúgy a appetite-et emeli, szóval jobban van étvágyat és teljesen. Utána csípős azt mondja, hogy it breaks down the fat, szóval jobban tudja elosztani a fat, az mi? Zsír, köszönöm. És digestion segíti. Emesztés. És a vérkeringés segíti, ugye azt ugye melegben nekünk nagyon ugye fontos. Utána keserű, azt mondja, az pont a máj funkcióját segít. Szóval ez a thali, az úgy van ayurveda alapján kitalálva, vagy kimondom, hogy az a hatféle íz, hatféle rost, szóval különböző állágának is kell lenni. Szóval van puha, van ropogós, van többféle állág, és hatféle főzési módszer is kell használni. Szóval azt mondja, hogy van gőzölés, van passzírozás, van hirtelen sütés, grillezés, bőolajban sütés, aszalás. Szóval ennyire komplex, hogy nem elég a hat íz, az hat rost, vagy hat allag, és hatféleképpen kell főzni. Nekünk ez évekbe telt, hogy most mindegyik éttermünkben kaphatóak, nyilván nem teljes thali van, a gyors Indigo Expressben nyilván 5-4 félét tudunk adni, 5 félét, de igazán 9 félét, 6-tól kezdődik, és 6-tól 9 félét kell egyszerre adni egy tálon, hogy egészet adjon ki, de több, most már minden. De ahhoz, hogy mi ezt thalit adjuk, ez igazán 2-3-4 éve jutottunk el odaig, hogy már van elég szakács létszámunk, hogy ezt frissen tudjuk kínálni. Nem tudtunk eddig. Igen, nyilván ez, ahogy így fel is sorolta, hogy milyen különböző eljárások kellenek ez házi körülmények között, hogy én most holnapra megcsinálom a tálit az irodai ebédnek, ez nem működik. Nem csak az még egy étteremnál se, nálunk még 10 évekig nem működött, mert nem voltak elegen. Szóval ahhoz, hogy ezt frissen meg tudjuk csinálni, így kell létszám konyhában. És ez egyébként most az üzletembert kérdezem meg, hogy az, hogy ekkora erőforrásokat igényel, nagyon szép a gondolat, meg az egészségesség, meg minden mögötte, de hogy ez rentábilis ekkorát befektetni abba, hogy legyen egy ilyen típusú különleges, vagy hát egy ilyen fontos Igen, szóval igen. Azt gondolom, hogy igen, nyereségesek vagyunk szerencsére. Az, ami alul van értékelve szerintem az indiai kajánál, vagy étkezés, vagy a gasztronómiánál, az a effort, mi mögötte van. Uh-huh. Szóval rengeteg munkánk van. Egy fekete lencse 8 órán átfőzik. És az is ez a minimum, de van Bombayban, amikor 24 óra, mert az a séfunk azt mondja, ez csak akkor lesz olyan. És szóval az, ami alá van értékelve, hogy ennyi effort nincsen, és vagyis ennyi nagyon kevés konyhában látom, hogy ennyi munka legyen benne, mi van. De kérdésed, igen, köszönöm. Igen, szóval megéri, mert ez akkor mégis csak értékelik az emberek. Értékelik. Hála Istennek, igen. Például a Taste Atlas, ban 2022-ben indiai gasztronómia 5. helyre emelték,
és ez 10 éve nem így volt. Szóval azt, és de ez hol? Ez Magyarország? Nem, Pénztárklasz, hogy a világ. Jó, hogy ez az egész világ, világon, melyik a legnépszerűbb, és az indiai lett az ötödik legnépszerűbb. Igen. Azt mondja, hogy a olasz, görög, spanyol, japán, és utána indiai. És utánunk jön a mexikai és a török. Jó, de ezt úgy mérik, ha jól tudom, hogy azt az országot nem mérik, melyikben. Ebben egyébként akár csak azon gondolkodom, hogy a már említett vegetarianizmusnak, ami közben a világban biztos van szerepe. Sőt, szerintem a főlének nekünk a forgalmaink 40%-a vegetariánus. Szóval nekünk a vendégeink magyar, vagyis európai vendég, de vegetáriánust keres. Mert hogy nyilván azáltal, hogy ez egy ilyen tradicionálisan vegetáriánus kultúra, azáltal sokkal nagyobb konyhai változatosság alakult és ki. És fűszeres, nem unalmas, másképpen, szóval más tudom, szóval kapok egy mást, szóval érdekesebb ízet kapok. Mik azok az jellegzetesen indiai fűszerek, amik nélkül nem beszélhetünk indiai konyháról? Nagyon sok van. Egyszer megkérdeztem egyik szakácsukat, ugyanezt a kérdést feltettek egyik étteremben, és bevitt a fölötte, és azt mondja, főnök, 27 fűszert használok ebben a chicken tikka masalában. Most melyiket mondjam, hogy melyikkel kezdem, mondom, ne kezdjél, úgyhogy körülbelül így vagyunk. Szóval általában a minimum az 15 féle fűszert, de ugye kurkumát sokan ismerik, de az anti-inflammatory, szóval ugye fűszerek mögé van egy nagyon nagy tudás, nem hiába. Szóval ezek egészségügyileg még nagyon sok mindenben segítenek emésztésben. Nem azt mondom, hogy Indiában nincs betegség, mert ez ne a hazugság lenne, de relatívan kevesebb fűszereknek köszönhető, vagy ez a fajta étkezéseknek a szokásainak köszönhető. Szóval ajurvéda se például csak visszatérve vegetáron és a hús között, hogy ajurvéda nem tiltja a hústevés, inkább azt mondja, hogy az nem mindegy, hogy mivel eszel. Ehetsz hús, de annak a bontásához mit használj, hogy azt könnyebben tudja emészteni, mondani, az nem mindegy. Szóval és mindenre ezt mondja, hogy te milyen típus vagy, mint alkatilag, és akkor mit eszel, és ahhoz neked mi a jó, hogy balance-ben jobban energiát kap el, és ne, ugye olyan, mint egy motor, egy kocsinek a motorját használhatom úgy is, hogy dízel teszek bele egy petrol motorban, és akkor tönkre teszem. Így van. Igen, hát ez ugye elhangzott már, hogy ez az ajurvéda, ez mennyire ősi hagyomány, igen. De közben ezek meg nagyon modern gondolatok is egyébként, igen. Ez a szemlélet, hogy nem, akkor nem ilyen rögzített dogmákba gondolkodunk, nem. Hogy csak ezt, vagy csak ezt nem, hanem hogy mindig mit, mivel, és... Igen. Szóval nem is hiszek abban, szóval egy Európában szerintem csak vegetáros ember, az nem nagyon nehéz, mert ugye hidegebb van, másképpen kell, húst eszel, ez lassabban, ugye tudjuk, ezt nem kell. Szóval más, mindegyiknek más. És ki hogy érzi magát? Nem hiszek ilyen túlzott. És mostanában, mert említette, hogy akkoriban a kezdeti időszakban sokat járt vissza többek között enni Indiába, kis a hazai ízekért is, de hogy mostanában mennyit fordul meg Indiában? Hát évente kétszer, egyszer-kétszer. Egyszer mindenképpen megyek, de kétszer próbálok. Utolsó kérdésként csak az, hogy ez a, említettük ugye, hogy 2005-ben még alig volt itt, vagy alig ismerték a magyar emberek az indiai konyhát, alig jártak, lassan merészkedtek be ezekbe az éttermekbe, ma meg már nyilván sokkal nagyobb választékból választhatnak. Hogy ez így megsokasodott, ez így megkönnyítette mondjuk indiai étterem tulajdonosként a dolgát, azzal, hogy jobban, hamarabb megismerik az emberek, meg megszeretik, vagy pedig inkább a verseny nőtt, és most már inkább egymással is kell rivalizálni az indiai konyha szerető emberekért? Szerintem még nem nincsenek annyian. Szóval 40 étterem, 52 000 vendéglátóhely van Budapesten. Szóval még ez 40 étterem az önmagában nem akkora szám. Tehát még elfér indiai. Elfér, azt gondolom, még hogy 5. helyen van, ahhoz képest nincs reprezentálva. És a egyébként még mindig inkább az van, hogy a indiai konyháról a alap
ismeret az nem. Szóval mindenki azt gondolja, minden nagyon csipős, nagyon fűszeres, és akkor inkább az van, hogy szerintem kockáztatni mernék, hogy ma Budapesten mondjuk él 2 millió ember, abból 300-400 ezer ember próbálta, de nagyobb része még nem próbálta, de vagyis. És mindig az van, hogy ez, mint szó, ugye létezik, nem csípős, létezik, és mindig mondom, meg tudom mondani, mi nem az, és sok ilyen. Szóval mi mindig még ezzel küzdünk, hogy létezik nagyon sokféle kevésbé fűszeres, nem fűszeres, másfajta étel, és szóval nem önállóban, én nem érzem, hogy inkább egymással konkurálnék, inkább a information... Tehát a sztereotípiákat kell lebontani még mindig. Igen. Na, nagyon szépen köszönjük, sokat tanultunk ma indiai konyháról is, és nektek pedig köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, tegyetek továbbra is így, a Filéző Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, vagy bármelyik nagy streaming platformon, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok! Sziasztok! Köszönöm szépen, sziasztok! Köszönöm.